Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. A felső kártya mutatja a fő témát a pénteki napon. Most úgy érezzük, minden összeomlik. Vannak nehézségek és korlátozások. Ez a torony olyan, mint egy börtön, amikor fogva érezzük magunkat, és keresünk egy lehetőséget, keresünk egy kiutat. A második kép, ez a mágikus, jelenti a mi belső erőnket, a mi kisugárzásunkat, a mi hitünket, hogy minden jóra fordul. És a harmadik kép, ahol ez a két kehely látható, és ez a szerelmes pár, az azt jelenti, szerencse lesz a szerelmi élet területén, és megvan ez a mágikus kisugárzás, ez a vonzalom. Amit elégethetünk magunk mögött, az a múlt. És most megtekintjük azt, mi várható a szombati napon. A napi témát ott fent ez az ördög mutatja, holott itt mondanom kell, nem szabad az ördögöt a falra festeni, mert megjelenik. Mégis kell, hogy megnézzük ezt a kártyát. Ez jelentheti szimbolikusan azt is, hogy terveink vannak, döntéseket hozunk, és ez a hozzáállás, vagy ez a döntés nem jó számunkra. Kell, hogy még egyszer átgondoljuk a helyzetet. Persze ez az ördög jelent hazugságokat, hamisságokat is. De forduljunk el tőle. Ne foglalkozzunk ezekkel a személyekkel, akik ártani szeretnének nekünk. Akik hamisak, akik becsapnak bennünket, mert irigyek vagy rossz indulatúak. Ez egy olyan mély energia. Mondhatnám azt is, hogy büdös, ne nézzünk oda. Hanem a második kártya mutatja azt, hogy hol a kiút. Tekintsünk egy más irányba. És ez a tűz eleme jelenti a mi lelkesedésünket. Ami bennünket most lelkesít, az fontos. Forduljunk el egy olyan helyzettől vagy személyektől, akik ártani akarnak nekünk. És a harmadik kép mutatja a tartásunkat. Legyünk büszkék, mint ez a királynő. És vegyük kezünkbe a dolgokat. Ez a kard jelenti azt is, hogy elvágjuk a félelmeket, vagy ezeket a hamis kapcsolatokat. Nem kell velük beszélni, vagy vitatkozni. De nem kell rosszra gondolni, hanem éljük a magunk életét. Maradjunk ebben az isteni energiában. Jó érzésekkel, hittel, reménnyel és szeretettel. Forduljunk abba az irányba, ami nekünk tetszik, ahol jóra válnak a dolgok, vagy olyan emberekhez, ahol megvan ez a kisugárzás, ez a melegség és ez a szeretet. Ezek a döntések jó útra vezetnek bennünket, nem fogjuk megbánni, ezt mutatja számunkra ez a királynő, aki uralkodik a levegő eleme felett. Ez felszabadít bennünket, meg lesz a könnyűség és a jó kapcsolat, egy jó kommunikáció. Most megtekintjük azt, hogy mi várható a vasárnapi napon. Ott a felső kártyán láthatjuk a kelyheket.
azok utalnak az érzelmekre. Ott az alsó három kehely az már feldőlt, az mutatja a múltat, és ott vannak a könnyek. De ezt le kell, hogy zárjuk. És mint ahogy ez a férfi ott középen mutatja a tartást, befele tekinteni, itt van a megoldás. Érezzük a jelenlegi helyzetet. Ne foglalkozzunk sokat a múlttal, különösen, ha az elszomorít bennünket. Tekintsünk befele, és érezzük ezt a belső erőt. A múlt még nem látható, de a kártya megmutatja, ott van az a két kehely fent, és az utal egy párkapcsolatra. A szerelmi élet területén lesz jövő, ott van a szerencse. A második kártya mutatja a jelenlegi helyzetet. Ez olyan, mint egy szökőkút, és itt van víz, és ez a víz eleme mutatja az érzelmeket, a vágyainkat, az álmainkat, és ez az álom megvalósítható. Amit ez a kehely még jelent, ez a kreatív munka, a spirituális út, vagy a hit, higgyünk magunkba, higgyünk ebben a szeretetben, ebben a szerelemben, és higgyünk a jó Istenben is, mert az mindig segít. Ezt mutatja a harmadik kártya is, itt elbúcsúzunk a félelmektől, megvannak ezek a megújulások. Lesz változás. Szerencse a szerelemben. Amit még közölni szeretnék veletek. A Facebookon van két oldalam. Az egyik Dendera Medici, a másik pedig Dendera Susanna Medici. Ott minden nap leírom azt, hogy mi várható. És ezt a maja naptár szerint. Azt is olvashatjátok, mikor indul egy új hullám vagy rezgés. Az mindig 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. Itt ezen az oldalon, Dendera Susanna Medici, mindig lesz egy meglepetés is számotokra. És ez volt a hétvégi jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!